Október elején rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1-ben, így a felkészülést a jövő hónap elején kezdik el a csapatok. Addigra mindenütt igyekeznek kialakítani a játékos keretet, nincs ez másként Nyíregyházán sem. A legutóbbi szezonban szereplő játékosok közül Savic, Nagy, Lajsz, Molnár is kósa marad a csapatnál, hozzájuk csatlakozik majd a Nyíregyházáról 4 évvel ezelőtt távozó Lekli József, aki azóta 1-1 évet Kaposváron és Székesfehérváron, 2-t pedig Zalaegerszegen töltött. Mióta elment Nyíregyházáról, azóta is kiegyensúlyozott és jó teljesítményt nyújt. Úgy gondolom, hogy az a harcosság, az a lelkesedés, amit ő képvisel a pályán, hiányzott a csapatunkból az elmúlt időszakban. Szeretném, hogyha lepattanóban megerősödnénk, és ezt mindenféleképpen tőle várom majd. Búzs Iván tagja volt a 2011-ben bajnoki címet szerző junior csapatnak, majd az elmúlt években a Paks, a Sopron és a Szombathely együttesében szerepelt a 22 esztendős irányító. Ő egy nagyon tehetséges játékos volt mindig, sajnáltam, hogy elment Nyíregyházáról, már tavaly is szerettem volna, hogy itt játszon nálunk, de tavaly még úgy döntött, hogy nem nálunk folytatja. Úgy érzem, hogy az ő pályafutásában most érkezett el az az idő, amikor mindenképpen meg kell mutatnia, hogy mit tud ő a kosárlabdából, és szerintem itt Nyíregyházán nagyon jó lehetőséget fog erre kapni. Szeretném, hogyha a fiatalok között egy kis vezéralakot is, vagy egy vezérszerepet is betöltene, hiszen egy irányítónak nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is össze kell fogni a csapatot. Természetesen nem ő lesz a csapatkapitány, de ilyen csapatkapitány kezdeményezést, vagy hasonló feladatokat azért neki is el kell látnia, és természetesen ő vele is hosszabb időre számítanánk. Fazekas Csaba jelenleg az augusztusi U16-os B-csoportos Európa-bajnokságra készül a válogatottal. A nyíregyházi csapat tagjai augusztus 3-án találkoznak majd a szezon első edzésén. Elképzelhető, hogy addig már a szerződtetni kívánt légiósok is csatlakoznak a kerethez.